estét kívánok, szeretettel köszöntöm kedves nézőinket. Önök most a Nagykunsági Krónika című közéleti magazin műsorunkat látják. Kérem, tekintsék meg mai műsorajánlónkat. Kedves nézőink, most aktuális kérdések című heti magazin műsorunk következik. Mai vendégünk Nyíriné Kátai Katalin, akivel karácsonyi ötletekről beszélgetünk. Köszöntöm kedves nézőinket, advent időszaka van, készülődünk a karácsonyra. Mai rohanó világunkban nagyon sok mindent, nagyon sok díszt inkább megvásárolunk a boltokban, azonban, hogyha van egy kis időnk és kézügyességünk, akkor mi magunk is elkészíthetjük lakásdíszeinket, irodadíszeinket. A témával kapcsolatban mai vendégünk Nyíriné Kátai Katalin, aki a Kovács Mihály Tagiskolában tanít és vezet egy kézműves szakkört. Szeretettel köszöntöm stúdiónkban, örülök, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és remélem, hogy ma is nagyon sok ötletet fog adni a kedves nézőknek. Köszönöm szépen én is az újbeli meghívást, és szívesen mutogatok meg megint néhány dolgot, amit vagy a gyermekekkel, vagy saját kezűleg otthon készítettem. Nagyon sok mindent hozott nekünk, a férjével érkezett két nagy dobozzal, és tett ide, pakolt ide ki nekünk az asztalra nagyon-nagyon sok mindent, és úgy látom, hogy az előző években is megszoktuk, vagy meghívtuk ön stúdió beszélgetésre, hogy mutasson néhány ötletet a nézőknek. Nagyon sok új dolgot hozott nekünk, új ötletek. Igen, honnan merültek föl? Igyekszünk megújulni. Nyilván a mai világban már nagyon sokan az internetről nagyon sok ötlettel gazdagodhatnak. Ezen kívül én igyekszem különböző más helyeken is nyitott szemmel járni, és nem leutánozni, hanem a saját kis ötleteimet belevinni, megújítani a régi dolgainkat. Azt szoktuk ugye mondani, hogy a téma az utcán hever, ahogy itt elnézem az asztalt, elmondhatjuk, hogy az alapanyagok is az utcán hevernek, hiszen nagyon sok természetes anyagot, fát, tobozt hozott nekünk. Talán kezdjük egy picit azzal, hogy ugye kézműves szakkört vezet az iskolában, nem olyan régen, egészen pontosan a múlt héten egy bemutató foglalkozást is tartott a óvodásoknak, hogy sikerült ez, mik voltak a visszajelzések, mi történt ott egészen pontosan? Igen, egy betekintő című kis foglalkozásunk van minden évben, és ezen belül az egyik ez a kézműves foglalkozás, ahova nagy szeretettel várjuk az óvodásokat, hogy minél több iskolásunk lehessen majd a következő tanévben. És hát nagyon nagy érdeklődés volt, 4 óvodából érkeztek, még a Szim óvodából is beutaztak hozzánk, és nagyon lelkesen, nagyon aranyosan dolgoztak. Advent volt ott is a témánk, és az ünnepkör keretében lelkesen dolgoztak mind a gyerekek, mind az óvónénik, még a látogató kollégáim is, mindenki sertepertélt, és vitt haza kedves kis ajándékokat. Ezek közül megmutatnám, az egyik volt ez a csoki kanál, amiben bele kellett olvasztani a csokoládét, és ha valaki megkeveri otthon a kakaóját, mondtam nekik, akkor még finomabb lesz, vagy egy langyos tejet. Akkor ez gondolom sikert aratott. Talán igen. Kezdjük azzal, hogy itt van ön mellett egy adventi kalendárium. Ugye ezt, tehát azért nézegetjük az üzletekben, nem egy olcsó dolog. Hogyan lehet ezt megvalósítani, úgymond fillérekből, illetve hozott meglévő alapanyagokból? Igen, én ezt az osztályomnak készítettem, azért már hiányos, hiszen 6. napnál járunk, és folyamatosan bekerül a padjukba valamilyen módon egy tündérke oda varázsolja, mikor melyik gyermeknek, úgyhogy a végén mi nagyon szerencsések vagyunk, mert pontosan 24 az osztály létszám, és ugye advent első napja az adventi naptárban december 1-től 24-ig van. Itt éppen a múltkorában olvastam, hogy nagyon érdekes, hogy ennek a története, hogy egy német anyuka ragaszgatta a gyerekének a kartonlapra a csokoládékat, és minden nap adott neki egyet. És ez a kisfiú, amikor felnőtt, akkor ebből bizony csinált egy
üzletet, és gyakorlatilag az üzletekben kapható adventi kalendáriumnak ő a tulajdonosa. Hogy készült mi pedig ez a kalendárium? Milyen igen, mi pedig úgy készítettem, én úgy készítettem most ezt el, hogy egy hungarocell alapra tettem egy textilanyagot, arra kivágtam filcanyagból egy fenyőfát, és kör alakú kis zsákocskákat vagy batyukat készítve, ebben rejlik egy-egy kis csokoládé, cukorka, egy kis édesség a gyerekek számára, és hogy tudjuk, hogy melyik szám, ezért megjelöltük egy kis szívecskével, piros szalaggal, és ez az osztályban föl van nekünk akasztva. Hogyan látja, vagy mit mond a kedves nézőknek ehhez, mekkora kézügyesség kell, hogy egy ilyet elkészíthessünk? Igazából ezt gyerekek is el tudják már készíteni, ugyanis csak nyírás, még ragasztás sincs benne, egy kicsi varrás, az is csak a fércöltés, amivel összehúzza a zsákokat, tehát én már gyerekekkel is meg tudom ezeket a dolgokat, csak azért nem velük csináltam, mert meglepi lett. Akkor nézzük, talán menjünk azon a vonalon, vagy haladjunk azon a vonalon, hogy amik itt vannak az asztalon, melyek azok a díszek, kiegészítők, amelyekhez mondjuk nem kell akkora nagy kézügyesség, tehát hasonló kézügyesség kell, mint az adventi kalendárium elkészítéséhez, illetve nem kellenek speciális eszközök, például ragasztóbisztoly. Hát bevallom őszintén, hogy a ragasztóbisztoly majdnem mindenhez használjuk, mert nekem már az szinte elengedhetetlen, de azért nyilván vannak olyasmik, amik nem. Az adventi koszorú ugye azt mondjuk, hogy kör alakú többnyire, és ezt próbáljuk is betartani, de azért egy kicsit a manapság eltérhetünk már tőle. Egy fa rönkre helyeztük a adventi koszorunkat, amire csak mécsest raktam, egy kis zöldet, és néhány termést, még egy parafadugót is, és így tovább. Tehát minden természetes anyagból, illetve nagyon sok mindent újra hasznosítva most az idén, hiszen például van egy válfa, amit a gyerekekkel szalvéta technikával díszítettünk föl, és mennyivel kedvesebb egy ajándék karácsonyra, ha kap mondjuk egy pulóvert, akkor mondjuk egy ilyen válfára, vagy egy kis ruhát fölhelyez. Mi a szalvéta technika, aki esetleg nem ismeri, ez mennyire bonyolult? Hát ehhez viszont kell egy speciális ragasztó, tehát egy dekupázs ragasztó, és amit meg lehet már a papírboltokban kapni, egy nagyon szép esztétikus szalvita, és egy nagyon régi, hát ez például egy tényleg nagyon régi fa, válfa, amire nagyon könnyen ráhelyezzük, rá simítjuk, és a ragasztóval, ecsettel rögzítjük. Látok én itt az asztalon, ugye említette, hogy az adventi koszorunk vagy farönkön van parafadugó, nagyon kedves kis rénszarvasok készülhetnek parafadugóból. Így van, ez pedig a pezsgős parafadugóból készülnek, ezek a kis rénszarvasok, tessék. Befestettük, gyerekekkel készítettük, befestettük még sötétebb barnára, ugye, a rénszarvashoz. Zseníliadrótból van a agancsa, egy speciális a kis szeme, és egy gyöngyszemből pedig az orra. Szerintem is egy kis kedves ajándék lehet. Az angyalka is parafadugó alapból készült egyébként, azon pedig hát, hogy egy kicsit csillogjon, villogjon az angyalka, arany masni a szárnya, illetve a zsenília, arany zseníliából van a haja. Ezt akár mondjuk az adventi koszorúra, vagy akár a karácsonyfára is fölakaszthatjuk, és van, egy nagyon mutatós díszkészül belőle. Amit itt látok még az asztalon, minden háztartásban, vagy a legtöbb háztartásban megtalálható, előfordul, ez pedig nem más, mint a csipesz. Így van. Úgy látom, hogy hozott nekünk a csipeszből, igen. készült díszeket is. Majd mindjárt mondom, mert közben az adventi zsáknál nem is mondhattam volna, hogy ez az asztalterítő, ez tulajdonképpen egy adventi zsákocskának felel meg. Úgy készítettem el, hogy ráterítjük az asztalra, advent időszakában ezen pontosan 24 zsák van körbe, és abba tesszük. És akkor egy ilyen kis csipesszel pedig jelöljük, hogy hanyadik zsák, melyik napon kell kivenni. Az például ez így készült, hogy rátettük ezt a csillagot, és akkor itt a szám. De van itt még többféle anyag felhasználásával készült
csipesz is. Hát ez már nem, ez nem dísz, csipesz. Igen, igen, ez már dísz, csak ez mondjuk egy ajándék lehet az adventi zsákban. Ez mert miből készült? Az pedig sörös kupakokból készült, ezt is lefestettük és összeragasztottuk. Vannak még. A karácsonyfára néhány éve jött be az a divat, hogy nem, tehát kalóriamentes szaloncukrokat is készítenek, ezek pedig a textil szaloncukrok. Ezt én úgy gondolom, hogy ez már azért nagyobb kézügyesség szükségeltetik az átlagosnál. Ezek hogyan készülnek? Mindjárt elmondom, hogy az igen, mert hogy az már csipkével van díszítve. Tehát ez varrógép szükségeltetik. Varrógép, így van. Varrógép. Össze lehetne éppen kézzel is varni, csak az nagyon aprólékos munka. Viszont az óvodásokkal is elkészítettük. Előkészítettem nekik egy henger alakú kis anyagként, és ők maguk szépen betöltötték, elkötözték, és akkor az egy kicsit nyilván nagyobb méret, hogy a kis kezükkel ügyesebben el tudták látni, de ők is el tudták készíteni már kezdetlegesen a szaloncukrot is. Interjúnk elején beszéltem ugye a természetes anyagokról, például a tobozról. Rögtön itt találunk egy toboz dísz, ajtódísz. Így van, lehet ajtódísz, lehet otthon egy térbeli belógatott díszként használni. Ez most speciálisan egy hatalmas nagy tobozra készült, amit különlegesen szereztem be, és ez lett földíszítve szalaggal, gyönggyel. És ugye egy ezek is gyakorlatilag minden háztartásban megtalálhatóak, egy-egy karácsonyi gömböt feláldozhatunk ilyen célra, illetve a szalmadíszek. Ez az idei trendben benne van még a szalmadísz, ez is néhány éve. Igazából most, és a természetes anyagok benne vannak a trendben, illetve színekként most, én nem használtam föl ezt a színt, de a menta szín nagyon divat most, a rózsa árnyalatai, illetve a fényezett korálszín. Emellett maradt persze a klasszikus piros, a piros-fehér, illetve az arany és az ezüst. Önnél milyen lesz most a karácsony? Én maradtam a piros-fehérnél, a klasszikusnál. Látunk itt spatulát. Így van. És ebből több fénét igen, is. Igen, igen, maffinpapírból készültek. Ezek ugye szintén karácsonyfadíszek. Szintén az óvodásokkal készítettük. Tehát ez maffinpapír. Így van, 3 maffinpapírra van hozzá szükség. Elég egy fél spatula is tulajdonképpen, mert azt csak ketté törtük, és az lett a szára. Egy kis luk, arany szalag, vagy zsinór, és ez is szerintem kis kedves ajándék. Látok itt még vagy karácsonyfadísz. Olyat, ami hát ezt már szintén nagyobb kézügyesség. Igen, azt már én horgoltam, így van, tehát azt még gyerekekkel nem tudtuk megcsinálni, mert a horgolás manapság nem megy olyan könnyen, mint a régi időkben, nincs annyi idő rá, és azt még nem tudják a gyerekek, de próbálkozunk. Tehát mutatni meg szoktam nekik, csak még az azért nem olyan. Viszont vannak, amit ajándékba készítgettünk, tehát ez például mehet testvérnek, szülőnek, ez nagyon divat karkötő most, igen, gyöngy és ez a szalagon. Tehát ez gyakorlatilag annyi a technikája, hogy fölfűzzük. Így van, ezt csak föl kell fűzni, és hát azért ügyeskedni kell, hogy egyforma távolságra, tehát ezt azért inkább nagyobbakkal készítettük már szintén, mert kell hozzá kézügyesség. Ugye vannak itt még, én is kaptam egyet, ezt meg is mutatom a nézőknek, mécsesek, tehát gyakorlatilag ugye ez nem adventi koszorú, hanem egy kis asztaldísz. Ezek hogyan készülnek, milyen technikával, milyen anyagok felhasználásával? Hát igen, itt a mécsesnek a felhasználása. Ezek a kis gyöngyök kaphatók, tehát kis dobozban én is vásároltam többféle színben, és attól függ, hogy mit díszítettünk vele, olyan színt használtunk. Egyszerűen, hát itt is a ragasztópisztoly. Ez, ami az én kezemben van, ezt viszont egy narancs, szárított narancsra helyeztük rá, és ha meggyújtjuk a mécsest, akkor illatos lesz gyakorlatilag. Ezt is óvodásokkal is elkészítettük már. Ugye az egyik legfontosabb kellék az adventi időszakra az adventi koszorú, beszéltünk már itt a természetes anyagokból készült asztaldíszekről.
milyen adventi koszorút hozott még nekünk? Hát nem sok minden már, ez a másik, még van egy ilyen, amit szintén ez azért már nehezebb. Nehezebb, igen, ezt már a foltvarrókkal szoktunk ilyet készíteni. Ez egy hungarocell karikára van, betűzdelve a textil anyag. Egyébként nem annyira nehéz, tehát csak egy négyzet alakú textileket kell vagdosni, és azokat szurkáljuk bele. Én ezt is egyszerűen csak mécsessel tűzdeltem meg, és akkor közepére ezt tettem. Inkább kopogtató, de ha közepére tehetnénk egy, vagy tennénk egy nagyobb gyertyát, akkor szerintem az is mutatós lenne. Ez most divat igazából, azért vettem az ötletet. Ezt a gyerekek, készítették, megcsinálom hozzá a sablont, a kör alakút, aminek a közepe ugye ki van vágva, ők meg tudják tekerni, szét tudjuk vágni, tehát ez gyerekmunka szintén, és a végén ráragasztottuk erre a kis koszorúra. Ha már gyertyáról, nagyobb gyertyáról beszéltünk, akkor akiknek nincsen nagy kézügyesség, azért egyszerű, ők is igen. El tudnak készíteni egy kedves asztali díszt, nem kell hozzá igen, más, csak egy sörös korsó. Egy sörös korsó gyöngyök, közepébe pedig egy szál gyertya, és kész is lehet az adventi. Tehát igen, ez most nincs rögzítve, de egyébként ha oda ragasztjuk, akkor még jobban megáll. Illetve még, az előbb még igen, egy adventi díszlet. Még egy, ez speciális, ezt kisgyerekeknek készítettem én, igazából ikerbabáknak, azért van rajta két kis manó, és egyszerűen egy szánkóban helyeztem el a természetes anyagokkal, abszolút természetesen natur dolog. És van még itt, ez... Hát ez a mai napra készült, hiszen Mikulás napja is van, ami azt jelenti, hogy Mikuláskor Mikulás virágot, ez nálam úgy gondolom, hogy bevált szokás. Most másképp helyeztem az asztalra egy nagy üveg edény vagy kehelybe, és... Egy nagy konyakos pohár. Mint egy nagy konyakos pohár. Így van, ebbe a gyöngyöket, amelyek, ez a nedvszívó gyöngyök, ami mindig nedvesen tartja a virágot, és hát természetesen egy kis kódkockás köpenybe, hogy beilljen a lakásomba. Azért a kódkockás minta, illetve anyag megtalálható, és akkor nem kell más, csak vásároljunk hozzá egy Mikulás virágot. Tartanak-e karácsonyi vásárt az idén? Gyerekekkel a kis kézművesztőkkel. A gyerekekkel elképzelhető, hogy egy kis bőrzére sor kerül. Még nem vagyok benne biztos, de készülni készülünk. Tehát azért van ennyi mindenünk, mert folyamatosan készülünk. Hogy megoldható lesz, azt még nem tudom, de igyekszünk. Köszönjük szépen, hogy eljött hozzánk, és sok-sok ötletet adott a kedves nézőknek, és természetesen nekünk is. És további kellemes és szép adventi várakozást, készülődést kívánunk az ünnepekre önnek, és köszönöm, hogy itt volt, és boldog karácsony. Köszönöm szépen, én is szeretetteljes ünnepeket kívánok, és adventet a kedves nézőknek. Kedves nézőink, már meg köszönöm figyelmüket. Kedves nézőink, most az elmúlt napok fontosabb városi eseményeit összefoglaló karcagi híreink következnek, tartsanak velünk! Az adventi időszak a katolikus egyháznak is egy ünnep, amikor különböző adventi programok és természetesen szentmisék is lesznek majd itt Karcagon. Milyen ünnepi programokkal várják az érdeklődőket? Igen, hát azt hiszem az adventnek egyik jeles ünnepe Szent Miklóshoz kötődik, a Mikuláshoz. Itt is tervezzük az iskoláinkban is, tehát akár a Györfi István Katolikus Általános Iskolába, de a Szent Pál Marista Általános Iskolába, hogy a Mikulást várjuk. Ilyenkor megjelenik, bemegy az osztálytermekben, és a kisebbeket személyesen is megszólítja. De itt a templomban is szeretjük megünnepelni. Advent második vasárnapján, tehát december 10-én várjuk ide a Mikulást. Ez az egyik ilyen fontos és jelentős program. Aztán szeretnénk a máltai szeretetszolgálaton keresztül is fölkeresni azokat a szegényebb családokat,
akik nehezebb sorban vannak, és egy-egy kis ajándékcsomagot szeretnénk eljuttatni. Ugyanakkor, miközben mi magunk is kapunk, gyűjtünk is, az elmúlt években Kárpátaljára gyűjtöttünk, tehát a gyerekeket, az iskolás gyerekekkel együtt gyűjtünk, ez a cipős doboz akció, de hát ott Kárpátalján azért az élelemnek van nagyobb jelentősége. Tehát ami ilyen lehetősége van a gyerekeknek, nyilván olyan szinten gyűjtük, de hogy azt gondolom fontos, hogy tanuljunk adni is, ne csak kapni, hanem adni. Aztán évek óta hagyomány már a Szent Pál Marista Általános Iskolának a betlehemi játéka, élő Betlehem. Most az idén ez egy kicsit másabb lesz, ahová szintén várnak nem csak a katolikus egyháznak a híveit, hanem a városlakókat is. Én azt gondolom, hogy ahogyan a passió élményszerű, és hogy mindannyiunknak ad, ugyanígy ez az élő Betlehem, vagy ez a betlehemes játék. Aztán advent harmadik vasárnapjára várjuk ide a Györfi István katolikus általános iskolának a diákjait, ők adnak elő majd egy élő betlehemet, és természetesen advent negyedik vasárnapja előtti szombaton lesz a adventi gyertyának, a advent negyedik gyertyájának a meggyújtása, amelyet Fazekas Sándor miniszter úr fog majd megtenni, és hát szeretettel várjuk majd az ittenieket. Hát körülbelül ezek a programok lesznek adventben, és lesz karácsonykor ugye az évféli mise, ugye összeszokták téveszteni, tehát karácsony december 25-e van, és a december 25-ét megelőző négy vasárnapról beszélünk. Most egy kicsit rövidül az advent időszak, és egy kicsit úgy beszorít bennünket, hogy advent negyedik vasárnapja december 24-én lesz, és a szenteste is akkor lesz. Tehát az évféli szentmise december 24-én, 24 órakor, tehát éjfélkor lesz, szóval mindenkit szeretettel várunk, és karácsonykor pedig ünnepi miserend lesz. Aztán a karácsony 8-ában lesz a Szent Családnak az ünnepe, ezt most úgy tervezzük, hogy december 29-én péntek este lenne, ahol a jubiláló házaspárokat szeretnénk megünnepelni, tehát akik 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 45, 50 vagy afelett ünneplik a házassági évfordulójukat, azokat szeretettel várjuk ide a templomba. Egy szentmisét mutatunk be háladásként, és utána egyenként megáldjuk a párokat. És utána egy közös ünneplés lesz a lovagudvarba tervezzük, ott a Varó utcába, és hát ilyenkor az egyházközség összeül, és együtt ünneplünk, tehát így zárjuk az évet közösségi szinten is, ahol majd műsorral készülünk, és köszöntjük az egybegyűlteket. Ez mindig nagy élmény, már ez is a többedik, a hatodik alkalommal fogjuk megrendezni ezt a Szent Család ünnepét. És hát utána pedig majd jön a új év napja, hiszen nekünk az is nagy ünnep, ugyan az új év január 1-e egy szintén nagy katolikus ünnep, Szűz Mária Isten anyasságát ünnepeljük meg, és a karácsonyi időszak január 6-ával vízkereszttel fejeződik be, és ugye a három bölcs, akit mi Gáspár, Menyhért, Boldizsárnak hívunk, akik megkeresik a kis Jézust is, jelenti számunkra, hogy a bölcsek, a nepkeleti bölcsek hódolnak a kis Jézus előtt, hiszen nekünk Jézus Krisztus a megtestesült Isten fia, és számunkra ő a legnagyobb ajándék. Hamarosan elkezdődik az e-receptek korszaka Magyarországon. Mit akar ez a rendszer? Az elektronikus recept tulajdonképpen egy eleme, egy nagyszabású egészségügyi ágazati fejlesztésnek. Tulajdonképpen egy új fogalommal kell itt megismerkedni, az EST-vel, ami az elektronikus egészségügyi szolgáltatási teret jelenti, és ennek a térnek tulajdonképpen, ami a digitalizálásnak egy nagyon fontos lépése lesz Magyarországon, az a célja és feladata, hogy Magyarország valamennyi egészségügyi szolgáltatójának az informatikai adatbázisát, azon adatbázisok működésének autonómiája mellett, de mégis összekapcsolja, egy együttműködést hozzon létre, és tulajdonképpen ezáltal egy
sokkal magasabb szintű dokumentációs hátteret lehet megvalósítani, így a dokumentumoknak az archiválása, megőrzése is ebben az elektronikus szolgáltatási térben fog megvalósulni, és tulajdonképpen ezáltal az adatbiztonság mindenképpen magasabb szinten tud megvalósulni, számos dolog gyorsabbá válik, átláthatóbbá válik, úgyhogy az egészségügy szereplői mindenképpen nagyon sokat várnak ettől a rendszertől. Mit jelent ez a betegek életében? Mennyivel lehet, vagy lesz ez könnyebb? A betegek tulajdonképpen azt a változást fogják tapasztalni, hiszen ez az egész rendszer működését szempontból is ágazati szinten, illetve jogszabályi szinten, a legmagasabb szintű jogszabályok szintjén is szabályozva van. 2017. november 1-től csatlakozik hozzá tulajdonképpen az ország valamennyi gyógyszertár, tehát közel 3000 gyógyszertár, közel 6000 háziorvos, és tulajdonképpen az ország valamennyi fekvőbeteg intézmény, gyógyító intézmény, tehát egy olyan 500 nagy intézménynek a csatlakozására számítanak, és tulajdonképpen itt most az elektronikus személyigazolványnak, amellyel talán már nagyon sokan találkoztak, és nagyon sokaknak birtokában is van, új szerepköre lesz, hiszen az egészségügyi számos ellátáshoz tulajdonképpen az e-személyigazolvánnyal tudnak hozzáférni. November 1-jét követően én most igazából a gyógyszertár vonatkozást szeretném kiemelni, tehát a háziorvosnál a receptek felírása tulajdonképpen annyiban fog változni, hogy a recept felírásnál is tulajdonképpen maga a recept felírása az elektronikus szolgáltatási térbe fog bekerülni, mint adatállomány, és az orvos minden esetben nyomtatni fog egy felírási igazolást. Ez a felírási igazolás fogja tulajdonképpen kiváltani a jelenleg hatályos és szabályos vényeket. Ezzel a felírási igazolással lehet tulajdonképpen eljönni a gyógyszertárba. A felírási igazolás birtokában tulajdonképpen, aki éppen birtokolja, akinél van ez a felírási igazolás, az fogja tudni a recepteket kiváltani. Egyébként pedig, ha valaki a saját receptjeihez, tehát nem a családtagjához, vagy a szomszédnak, vagy megbízás alapján szeretne hozzáférni, akkor pedig minden esetben a tajszáma, illetve érvényes személyigazolványával tud hozzáférni. Ezt a folyamatot pedig lerövidíti az e-személyigazolványnak a használata, tehát ezzel az e-személyigazolványjal pedig a saját receptjeihez tud, mégis a legrövidebb módon, úgyhogy ez egy nagyon, a kezdeti lépések lehet, hogy picit lassabbak lehetnek, de egy mindenképpen egy sokkal gyorsabb adott kezelést, egy folyamatot tud megvalósítani. És mi a helyzet azzal, akinek nincsen új személyigazolványa? Semmi gond, hiszen a tajszáma, az érvényes tajszáma, illetve az érvényes személyigazolványának a birtokában jön el akkor az orvoshoz, illetve jön el a gyógyszertárba, és így meg tud valósulni a recept kiváltása. A gyógyszertárok felkészültek erre az átállásra, jelentette ez bármiféle pluszköltséget, beruházást? Hát az informatikai háttérnek azért a bővítését mi magunk azért fontosnak tartottuk. Elméletileg a jelenleg használatos számítógépek és a jelenleg használatos struktúra tulajdonképpen alkalmas minden gyógyszertárban, hiszen ezt előzetes felmérések azért a bevezetést megelőzték, és még azt tudom elmondani, hogy most a 2017. november 1-i bevezetést megelőzően azért országosan jó néhány gyógyszertár, illetve más egészségügyi szolgáltató részt vett egy olyan úgynevezett pilot rendszerben, ahol azért tulajdonképpen nagyon sok minden már kipróbálásra került és tesztelésre került. Hát mindenképpen fontos egy gyors internet, széles sávszélességgel, és hát tulajdonképpen amelyben az egészségügy ágazat, illetve a kormányzat központilag segített elektronikus személyigazolvány olvasó készülékek kerültek valamennyi gyógyszertár számára, illetve egészségügyi szolgáltatók számára is megigénylésre, illetve ezek a leolvasók tulajdonképpen meg is érkeztek. A napokban zajlik országos szinten a telepítésük akár a gyógyszertárak vonatkozásában, és
hát ezekkel az eszközökkel fogunk mi is a mindennapi munkánk folyamán úgy dolgozni, hogy tulajdonképpen a gyógyszer kiadás, az expediálás folyamatában is nekünk magunknak is használni kell ezeket az elektronikus személy leolvasókat, illetve magukat, a személyigazolványunkat is minden pillanatban a zsebünkben kell tartani. Mi a helyzet azokkal a betegekkel, akiknek már birtokában van, akár kézzel írt, vagy akár régebbi típusú vény, ők velük mi lesz? A 2017. november 1-i indulási időpontot megelőzően felírt receptek is természetesen érvényben vannak. Ugyanúgy megérkezik velük a beteg a gyógyszertárba, és tulajdonképpen a gyógyszertári munkatársak, a gyógyszerészek, illetve a gyógyszertári szakasszisztenseknek a munkájával fog ez tulajdonképpen digitálissá válni. Ők fogják az adatokat berögzíteni, és így felkerül az elektronikus szolgáltatási térbe. Tehát tulajdonképpen ebben a vonatkozásban a betegek nem vesznek semmiben, tehát nem vesznek észre semmilyen változást. Egy-két helyen az országban már leesett az első hó, itt az Alföldön még nem érkezett meg a téli áldás, de mégis szükséges felkészülni. Hogyan készül fel a karcagi városgondnokság a térre? Természetesen ez így van. Az elmúlt évekhez hasonlóan készültünk föl. Azzal indult a városgondnokság hóeltakarítási és sikosságmentesítési feladata, hogy a gépeket föl kellett készíteni a téli üzemre. Természetesen itt egy átmeneti állapot van most jelen pillanatban, mert a városban még folynak azok a program szerinti munkák, amelyeket el kell végezni, de a adottság megvan a gépekhez, hogy föl tudjuk a tolólapokat, a sószórókat szerelni. A gépszerelőt egyébként két héttel ezelőtt meg is tartottuk. Tudtuk, hogy nem kell még a hóeltakarításba és sikosságmentesítésbe gondolkozni, de voltak már itt váratlan események, hogy novemberben ezt már el kellett kezdeni. Szerencsére a előrejelzések szerint Karcag környékét nem fenyegeti ez a veszély, a következő hetekben is esőt mondott, de túlságosan nagyobb lefagyást nem mondott. Ami esetleg változás az elmúlt évekhez képest az, hogy egy környezet kímélőbb szóranyagra, sóanyagra tértünk át, amely a úgymond Európa nyugati felén is használatosak. Ez igaz, egy kicsit drágábbak, viszont sokkal precízebben kijuttatható, tehát későbbiekben ami drágább beszerzési anyag, az a kijuttatás minőség és mennyiség pontos beállítása miatt lehet, hogy olcsóbb lesz. Természetesen a puding próbálja az evés, ez az első év meg fogja majd mondani, hogy bevált-e vagy nem vált-e, de a számítás szerint, a modellezés szerint a költséghatékonyabb lesz ez a sikosságmentesítés. Sokan nem tudják, hogy a munkagépek hó esetén, lefagyás esetén mikor mennek ki az utcára. Mit kell erről tudni? Az igazság, hogy van egy ügyeleti rendszer, ezt másképp nem is lehet csinálni, amikor kritikussá válik az időjárás, tehát bejönnek azok a téli napok, amikor várható, hogy sikos utak lesznek, csapadék várható, ami lefagy, vagy esetleg már hóformájában jön, akkor elindul ez az ügyeleti rendszer, ez éjjel-nappalos ügyelet, ha kell, akkor éjszakai havazás vagy sikosodás esetén is beindulnak a gépek. Ez a irányítóra van mindig rábízza, hogy mikor indítja. Van úgy, hogy az 5 cm-es havat csak érdesíteni, vagy esetleg sózni kell, de van olyan is, amikor már meg kell kezdeni tolni, mert látjuk, hogy további hó várható. Általában, ami bevett szokás, alá szoktunk sózni. Ha ez megtörténik, akkor és nagyobb mennyiségű hó esik le, akkor utána megkezdjük a tolást is. Van-e valamilyen ütemterv, ami szerint a belterületi utakat takarítja a városgondnokság? Természetesen van egy hóeltakarítási tervünk, amelyet nem csak mi ismerünk, hanem a Városházának, a katasztrófavédelemnek, valamint a rendőrségnek is megküldünk. Ebben le van írva, hogy mely útszakaszokkal kezdjük fontossági sorrendet fölállítva. Természetesen a város főforgalmi útjaival kezdjük, és a város belterületéről haladunk a város perem vidéke felé. Sajnos az évek tapasztalata az, hogy nem csak az önkormányzati kezelésben és tulajdonban lévő utakat kell takarítani, hanem az állami tulajdonban lévő utakat is, ugyanis amikor ideérnének már az állami közútfenntartónak a gépei, akkor erre már lejárnák, vagy éppenséggel nagyon sok bosszúságot okoznának a közlekedőknek. Ezeket az utakat is nem válogatjuk, hogy melyik állami vagy önkormányzati, hanem együttetően megkezdjük a fontossági sorrend szerint a takarítását. Egyébként a állami közútkezelő ezt meg szokta köszönni, ők ezt jelezték, hogy nekik jogszabály írja elő, hogy melyek azok a útszakaszok, amelyekkel kezdeni kell. Természetesen a állami
állami útkezelőnek fontosabbak a főútvonalak, akár ha csak gondolunk a négyes számú főútvonalra, hogy ezeket mentesítsék először, és csak utána a kisebb alsóbrendű utakra kerül sor. Ebben mi természetesen tudunk ebben az évben is segíteni. Jelenleg hány munkagép áll majd bevetésre, hogyha megérkezik a hó? Ha a kis, közepes és nagy teljesítményű gépeket is beleszámoljuk, akkor 14 géppel végezzük. Ezekben van szórógép, van tológép, amelyel a havat tudjuk tolni, de van is, ami kettős funkciójú, tehát szórni is és tolni is tudja. Ami esetleg újdonság még ebben az évben az az, hogy vettünk két nagyobb teljesítményű függesztett rendszerű sószórót, amely sokkal nagyobb manőverezési lehetőséget biztosít a kisebb utcákban is, és az beszélgetésünk elején említett precízebb kiszórás is lehetővé teszi. Több idős is lakik természetesen a városban, hogyha neki gondot jelent akár a járdán eltakarítani havat, a városgondokság tud-e ebben nekik segíteni? Az igazság, hogy gondolkoztunk már ezen, de ha elindítanánk ezt a programot és rendszerbe állítanánk, akkor olyan mennyiségű lenne a jelentkezés, hogy ennek nem tudnánk már eleget tenni. Természetesen azoknál az ingatlanoknál, ahol nem tesz eleget a lakó a kötelezettségének, mert ugye ez az ingatlan tulajdonosának a feladata, amelyet figyelnek is a közterületfelügyelők, nem tudják elérni esetleg, vagy olyan állapotban van a tulajdonosa, hogy mire gondoskodna a hóeltakarításról, akkor ezt adhok jelleggel meg szoktuk oldani a biztonságos közlekedés biztosítása miatt. Az EST megjelenésében megjelent az e-recept. Erről mit kell tudni a kormányablak szempontjából? November 1-től most már egymás mellett él a régi típusú, tehát nyomtatott recept, illetve az úgynevezett e-recept. Ügyfelekben az a tévhit alakult ki, hogy a november 1-től csak az e-szig birtokában tudják kiváltani receptjeiket. Szeretném ezt a tévhitet most eloszlatni, tehát amennyiben valaki régi típusú személyigazolvánnyal rendelkezik, de van tajkártyája, akkor semmilyen gondot nem okoz a recept kiváltása. Amennyiben pedig más helyet felmerül a kérdés, hogyha valaki egészségügyi állapotánál fogva, vagy koránál fogva nem tudja saját receptjét kiváltani, akkor pedig, hogyha papír alapú a recept, akkor ugyanúgy működik a kiváltás, mint korábban. Amennyiben e-receptről van szó, akkor viszont VTK-ban meghatározottak szerint szabályos meghatalmazással tudja átvenni helyette bárki más a receptet. És még egy fontos dolog, hogy a 65 év felettiek ma határozatlan idejű személyigazolványra jogosultak, de amennyiben határozatlan idejű érvényességi idejű személyigazolványt igényelünk, annak nem lesz tartalma chip, tehát nem tartalmazza a tajszámot. De lehetőség van 65 év felett is chipes személyigazolványt igényelni, ebben az esetben pedig a tajszám is adattartalma lesz az új személyi azonosító igazolványnak, és ekkor az érvényességi idő 6 év. Közeledik Mikulás ünnepe, mit tapasztalhatunk, megérkeztek-e már a boltokba a mikulások és a különböző ajándékcsomagok? Igen, megérkeztek most már a mikulások, kezdjük most már a mikulás csomagokat is készíteni. Bízunk benne, hogy lesz nagy kereslet, gyerekek nagyon örömmel várják már, és bízunk benne, hogy sok-sok vásárló fog érkezni. Mit tapasztalt, hogy változtak a Mikulás figurák árai az elmúlt évekhez képest? Hát egy picit változott. Túl sokat nem. Eddig is meg kellett fizetni a teljes csokikat, de gondolom, hogy ezután is nem változott túl sokat. Tetszett említeni, hogy elkezdték gyártani a csomagokat. Mik kerülnek ebbe az évbe a Mikulás csomagokba? Mikulás csomagban elsődlegesen is a Mikulás, szaloncukor és a gyerekek kedvencei. A csokik is, azok a csokik kerülnek bele, amit ugye ők nagyon szeretnek. Csoki, cukorka, nyalóka, pillecukorka, olvadós rágók. Hát ilyeneket szoktam úgy összekészíteni. Vannak-e különleges kérések, tehát gondolok itt akár árfekvésbe, olcsóbb, drágább, miket keresnek inkább a vevők? A jót. A jót keresik, amelyik ugye tejcsokiból készült, mert szívesen adják a gyerekeknek oda, és az olcsóbb kategória az nem tiszta tejcsokiból készült. Mint ahogy látni is, ugye én is inkább a tejcsokikat vásároltam meg, és inkább ezt szeretem csomagba is belerakni.
Régen hagyományosan nem csak csokoládék kerültek a csomagba, hanem gyümölcsök, egyéb finomságok. Ez jellemző-e még ebben az évben, vagy az idei trendekben? Gyümölcsök nem nagyon. Azokat nem nagyon, inkább édességek kerülnek. Ami még a legfőbb, ugye a zizi, amit még ugye nem lehet kihagyni belőle. Úgy gyümölcsök nem. A Mikulás mellett ugye közeledik karácsony is, és nem csak a Mikulás csomagokat keresik már ilyenkor a vevők. Mi most a slágertermék még 2017-ben? Még továbbra is terméke, amit keresnek, az adventi naptárok. Több fajta szokott belőle lenni, most is van belőle több fajta. Ez is tejcsokiból készült, és ez a gyerekek kedvencük. Sokat eladunk belőle, és bízunk benne, hogy több érdeklődés, több vásárló lesz. És ami még egy fontos kérdés, karácsony közelettével, szaloncukrot lehet-e már kapni? Lehet kapni már szaloncukrot, nekünk is van 5 féle szaloncukrunk már most, és bízunk benne, hogy el is fogják vinni, meg még több érkezik. Szaloncukorárak mennyiben változtak a tavalyi évhez képest? Nem változtak. Körülbelül abban az árban van, mint ami tavaly volt. Köszöntöm nézőket! Mikulás napkor a Karcagi Rendőrkapitányság közlekedési rendészeti osztálya ellenőrzést tart a városban. Tóth Évával beszélgettünk arról, hogy mi is a célja a mai napnak. A mai napon ne csak a Mikulás vegyük észre közlekedési propaganda akciót hajtunk végre, mely során az intézkedés alá vont járműveket átvizsgáljuk, megnézzük, hogy téli felszereltségnek megvan-e, a téli időjárási viszonyoknak megfelelő a felszereltségük. Úgy tudom, hogy ma nem büntetnek, hiszen Mikulás nap van. Mit kapnak azok, akiknél mindent rendben találnak? Így van, a mai nap nem a büntetés a célunk, hanem a figyelem felhívás, hogy ne legyenek közlekedési baleset áldozatai részesei. Egy Mikulás adtunk ki, illetve különböző kis propaganda ajándékaink vannak a járművezetők részére, ahol mindent rendben találunk. Kapitányság egész területén van ez, vagy csak Karcagon? Jelen pillanatban csak Karcagon tartjuk meg ezt az ellenőrzést. Köszönjük szépen! Én is köszönöm! Az ősszel eljön a téli esítés időszaka, legalábbis a virágoknál. Mik a legfontosabb tudnivalók? Hát előjáróban annyit szeretnék mondani, hogy a gazdának, a kertésznek, a mezőgazdásznak is 4 nagy ellensége van. A 4 évszak, a tavasz, a nyár, az ősz és a tél. Na most ezekkel nagyon nehéz megbirkózni. Most jelenleg a tél előtt állunk, ami azt jelenti, hogy mi nyáron még meg tudtunk menekíteni, vagy átvészelte nagy aszályt, azokat megpróbáljuk jövőre eltenni. Hát én most ennek a közepébe vagyok, egy pár dolgot meg tudok itt mutatni, hogy mi azok a csínya-bínya, amit jövőre esetleg lehet majd folytatni. Akkor mutassuk be ezeket, mire kell odafigyelni? Hát gyakorlatilag én nem vagyok sem kertész, sem virágszaporító, én csak termelem, illetve hát részben szaporítok is, de ilyen dugványozás, gyökeresztetéssel nem foglalkozok, tehát palántaneveléssel nem foglalkozok, holott éppen meg tudnám csinálni, de már sem korom, sem időm nem engedi. Éppen ezért, amik vannak virágok, amiket megnézzünk, azok általában vásárolt, tehát gyökeres virágok, de előfordul, amikor a feleségem esetleg gyökeresztett, megvan ennek a titka, csak ugye hely, meg munkaigényes, és nem egyszerű azért mindennel úgy készen lenni, hogy itt a növény meg is érje a tavaszt. Hát amit a kollekcióban látható, hát ami kedvencem az a tuborózsa, amelyik gyakorlatilag egy 15 éves múltra tekint vissza. Egy kollégám, aki jelenleg is itt a technikumban dolgozik, ő hozta Tordáról. Ő már kipusztította, nincs helye gyakorlatilag, ugye nálam megmaradt, és én hát igen, nagy küzdelem árán azért próbálom megmenteni. Na most, amit itt látunk, ez gyakorlatilag egy letermett tuborózsa, amely így néz ki gyakorlatilag a tenyészidőben. Látszik ott a szárat, amelyik már le van vágva, tehát erről már levettük a virágot, és ez később kerül ki, tehát még ez gyakorlatilag egy ilyen fél zöld állapotban van, amelyik majd az előkészületeket kapja. Amit megmentettem nem is a fagyok elől, hanem a szántás elől, ez a jelenleg is ugye, még virágzó tuborózsa. Ilyenkor már nem jellemző, mert igen meleg igényes, de annyira későn indult,
annyira későn kezdett virágozni, hogy gyakorlatilag nem tudtam már a kertben megtartani. Ezért hazahoztam, és ilyen tenyészkertet csináltam. Ami csak azért van most lent, mert egyébként nappali szobában van, amikor melegebb van, és egy pici földdel, nedvességgel tárolom. Illata már nem az igazi. Tehát gyakorlatilag van illata, de már meg sem közelíti az eredeti és kellemes, jó nyarat, nyáron nevelő tubarózsát. Lényegében ez egy gyökér gumós növény, amelyik már le van levételenítve, részben a gyökerét is levágtam, és így kerül majd teleltetésre. Hát vagy mentes helyen, 3-4-5 Celsius fokon ki kell szárítani. Lényegében az a titka, hogy meg ne fázzon, meg ne fagyjon. A föld az majd leszárad, és az tavasszal akkor le lehet könnyen szedni. Ugyanúgy telel, mint a mellette látható a ládában lévő kardvirág, amelyik sokkal egyszerűbb, mert ugye kevés földdel kerül be, és lényegében a területen, ha levágom ugye a letermett virágszárakat, akkor ez beszárad. Tehát ez gyakorlatilag már majdnem kész állapotban van. Hát ezek így lekerülnek majd a pincébe, és hát ha nagyon meleg nincs, akkor kellemesen átelelnek. Meg nem fáznak valószínű. Hát ezek azok, amelyek főleg ugye kedvenceink, mert temetőbe, bárhová, meg részben ajándékozásra ezeket használjuk. Tehát van más virág is, de azokkal különösebben nem foglalkozunk. Hát a teleltetéshez még van olyan, hogy nem győzöm a fagyasztóval. Lényegében ugye tárolóhely kapacitás miatt nem győzöm eltenni, ezért a nedves homokos zsákban teleltetem a sárgarépát, vagy a petrezselymet, ami éppen nincs, mert az nem kelt ki, de a sárgarép elég lesz egy darabig. Ennek az a titka, hogy nagyon ravasz, mert ha túl nedves, akkor megrohad, ha nem, akkor meg megfonnyad. Tehát időközönként ki kell borítani, át kell válogatni, és utána újra visszatenni. Aztán, ami nem kimondottan teleltetés, de még szegény apósomtól tanultam, illetve hát lehet olvasni másról is, hogy a még be nem érett gyümölcsök közül, nézd például a paradicsom, az lényegében használhatóvá tehető oly módon, hogy egy ilyen befőttes üvegbe teszem bele. Ez gyakorlatilag, az, ami most itt piros, ez már majdnem egy időbe szedett, de előrehatott állapotban volt. Tehát valami hasonló színe lehetett, mint ezeknek itt ilyen keselynek nevezett színek, amelyik ebben az üvegben letakarva, lyukasztott fóliával letakarva, gyönyörű szépen napos meleg helyen be fog érni. Hát ez egy olyan 2,5-3 hetes készítmény. Az a másik üveg, amelyeket látunk, az zöldebb volt, tehát annak kisebb az esélye, hogy mind be fog pirosodni, de így próbáljuk eltenni, hogy valamennyi haszna legyen. Rengeteg zöld paradicsom most is kint van, itt nem tudok használni sajnos. Ami talán minden háztartásban megtalálható virágszerető asszonyoknál, az a muskátli. Mi a helyzet a muskátlikkal? A muskátli teleltetés, hát gyakorlatilag nem egyszerű, de azért vannak mindenböző titkai. Hagyományosan, amit még én is próbáltam, istállóban, juhodályban, lóistállóban, arvosistállóban, a mennyezeten, vagy ha nem volt ugye mennyezet, hanem egy nyitott területi volt, akkor föld nélkül, gyökérrel fölfelé, felkötötték, és a nedves párás légkörben ugye gyönyörűen áttelett, és tavasszal remekül lehetett ültetni. Na most ugye ez már nem gyakori, hanem a ládába, szaporító edénybe betesszük, és 10-12 Celsius fokon gyakorlatilag teleltethető. Hát ha nagyon száraz, akkor esetleg meg kell nagyon picit öntözni, és valamikor januárban akkor levágják, és akkor átültetik, és amikor ugye az idő alakul, akkor márciusban viszik hajtatni. Tehát a muskátlival ennyit. Egyébként a muskátli az egy nagyon remek és szépen díszlő, akár egy hónapig is díszlik, vagy még tovább is. Hát a gólyaorféli családjába tartozik, megmutatom, már csak azért utána néztem, hogy ez a poligonáció család. Itt van a gólyaor, ami gémor, vagy amit is ismerünk vadon termőt, tehát ilyen csőrszerű termése van, és innen kapta a nevét.
illetve hát a család. Na most a muskárdi név az meg onnan származik, hogy a mirigy szőlőknek a illóolajtartalma muskátályos illatú, és ezért a muskáta, muskotály névből kapta a muskárdi nevet. Egyébként kevésbé igényes, de azért elviseli, ha megöntözik, és egy picit gondozzák. Hát ez most jelenleg még arra vár, hogy majd letegyük. Most jelenleg ezek a fagyok, ami volt, nem volt nagyon veszélyes, itt ezen a helyen ugye nem bántotta, tehát nem vittük el, de majd oda kerül a sor, hogy lekerül. Egyébként tavasszal, ha nem terelhet, akkor veszünk muskátlit, úgyhogy nem esünk pánikba, mert olyan rengeteg viszont nincsen. Vagy 100 fajai Magyarországon, amelyik nagyon változatos és nagyon szép virágokat hoz. A futó muskátli különösen nagyon szép, amelyik ugye Nyugat-Európában, egy kellemesebb klímán nagyon-nagyon elterjedt. Felállították a város fenyőfáját. Mióta hagyomány ez itt a városban? Több évre visszamenőleg, én most pontosan nem is tudom megmondani, de évek óta hagyomány, mióta főtéren a városház előtti tér elkészült, hogy egy nagy fát föl szoktak állítani. Az is hagyomány már, hogy a város lakossága szokta fölajánlani. Jelen pillanatban is ez történik. Egy Vasút utcai karcagi lakos ajánlotta föl ezt a mögöttünk látható nagy és szép fenyőfát. Nagy fenyőfáról beszélünk, nem egyszerű a szállítása és a felállítása sem. Mit kellett erről tudnunk? Így igaz, a szállítási munkákat mi végezzük el, viszont magát a fenyőfának a fölállítását azt egy külső vállalkozó tudja csak elvégezni, mert olyan a magassága ennek a fának, hogy ilyen gépeink nekünk nincsenek, egy 6-8 méter magasságig el tudunk boldogulni, de ez a fenyőfa szerintem egy picit magasabb, tömegében is több, mint amit a mi gépünk elbír, és azért vettünk egy külső szolgáltatónak a szolgáltatását igénybe, de a szállítást az természetesen a városgondosság végezte el. Természetesen nem csupaszon fog állni ez a fenyőfa, amikor kerül feldíszítésre, illetve mikor fognak majd az adventi fények kigyúlni. A napokban megkezdődik a földíszítése, ebben már a mi gépeink is részt tudnak venni, mert ugye ez nem egyszerű földíszíteni, tehát itt több méter magasságig kell fölemelni majd azokat, akik a fényt és a különböző díszeket rá tudják tenni, és ha minden jól megy, és előre láthatólag ez vasárnapra teljes mértékben rendelkezésre áll már a gyertyagyújtáshoz. Ez az év annyiban másabb, mint az elmúlt évek, hogy a város területén található két nagy körforgalom felületére is ki fogunk helyezni két fenyőfát. Ezeknek a talpazatának a kialakítása most van folyamatban. A tulajdonossal, a közútkezelővel megbeszéltük, engedélyt is kaptunk rá, ez is díszíteni fogja a várost. Olyannyira, hogy megkezdődött a városban a fényeknek a kihelyezése, a karácsonyi fények is a elkövetkezendő napok nagy munkái lesz, hogy advent első vasárnapján már díszben pompázzon a város. Pardi Sándorral, a Karcagi Szakképzési Centrum főigazgatójával beszélgetünk. Milyen módra tölti a centrum a kolbászt itt mögöttünk? Jó a kérdés, mert a fiatalok töltik, és megkérdeztem tőlük, és azt mondták, hagyományos módszerrel. Van olyan kolléganő, akinek a rokonságában van egy hentes, és annak a receptje, nem árulták el nekem se, van titkos, gondolom azért, hogy szeretnénk nyerni. De akkor gondolom, hogy csak hagyományos fűszerek vannak benne. Igen, igen, és kis csípős is lesz benne, azt tudom, hogy kis csili is lesz benne, biztos finom lesz, megsül. De akkor ez fontos volt, hogy induljanak ezen a mai versenyen? Mi szeretnénk mindenütt megmutatni magunkat, egy kis reklám is tulajdonképpen, hogy lássa a lakosság, illetve a itt levő vendégek, hogy van az a Karcagi Szakképzési Centrum. Kicsit reklámozzuk önmagunkat is ezzel. És akkor igazgató pedig majd eldönti, hogy milyen, és gondolom, hogy az utolsó ízt azért csak az fogja jóvá hagyni, aki már sokat töltött, de egyébként milyennek tartja a mai versenyt? Én nagyon színvonalasnak tartom, igaz, most vagyok itt először ilyen versenyen, és azt látom, hogy nagyon sok érdeklődő van, sok versenyző van, és ez azt gondolom, ez a cél, hogy legyen, és kóstoljuk egymás kolbászát. Jó munkát kívánunk! Köszönöm szépen! Patkos Lajossal beszélgetünk, hiszen a turkevélyek egy különlegességgel készültek, itt polgármester úr is segített a töltésben. Mit kell tudni erről a kolbászról? Van benne, ami másban nincs? Az alapfűszerezés az nem történt másképpen, mint helyi hagyományok szerint csináltok só, bors, paprika fűszerekkel, illetve egy kis kiegészítést tettünk ínyenség bele, aszalcilvár. Miért pont aszalcilvár? Ja, azt gondoljuk, hogy az aszalcilva szerintem töltött húsokhoz, vörös húsokhoz nagyon jól passzol. Megpróbáljuk.
Akkor hát, itt gondolom az ágyas pálinkáktól is jött ez az ötlet, hiszen ott is van ilyen. Hát az ágyas pálinka az egy ilyen hobbi szinten, otthon üzem ezt az ipart. Próbálok minél több fajtát előállítani, egy konyhának, egy étkezőnek a színességét mutatja, illetve bármikor meg tudom otthon kóstolni. Egy ominens olyan vendég érkezik hozzánk, akkor ugye... Akkor tud neki különlegességet. Egyébként ezt most találták itt ki, hárman közösen, ezt, vagy eleve így készültek? Ezt idefele jövet találtam ki, igen. Akkor jó munkát kívánunk, hiszen pont megérkezett a zsűri is. Köszönjük szépen! Benyoszki Lajossal beszélgetünk. Itt a zsűri már nagyban dolgozik. Hogyan látja, milyen kolbászok készülnek? Én most veszek részt először ezen a, hogy mondjam, kolbász ízesítő versenyen. Tiszta véletlenül kerültem ide, de nagyon örvendek, hogy egyből zsűribe kezdem, tehát magas a pozíció. Meglepetésként látom, hogy legalábbis kóstolás előtt sok finom kolbász fog készülni. Természetesen másképp töltik itt, másképp ízesítik egy picit a kolbász, mint Székelyföldön, de sok közös dolog is van. Akkor beszéljünk arról, hogy miben másabb az önök által készített kolbász. A legfontosabb különbség az, hogy nálunk paprikát ritkán használnak. Ez a legfontosabb. Aztán a kóstolásnál... Fokhagyma? Fokhagymát használunk, nem olyan sokat, de használunk. Borsot használunk, sót, fokhagymát. Mi? De akkor nincs különleges fűszer, valami helyi erdélyi fűszer? Természetesen szoktak, de az alap az ez. Bors, só és fokhagyma. És akkor mondjuk, ha önök otthon a háznál disznótoroznak, akkor van-e valami különlegesség, valami Benyovszki specialitás? Hát nincs különösképpen, nincs különös specialitás. A feleségem az ász, illetve a fő tudósa a kolbászkészítésnek. Én mindig a vágásfélét rendezem. Tehát amíg bekerül a konyhába, addig a férfi dolga, az asztalra kerül, tovább az asszony dolga. Nálunk ez a szokás, úgyhogy nem szólunk bele egymás dolgába. Hát akkor itt azért szóljon bele a zsűri dolgába, jó munkát kívánunk! Köszönöm szépen, igyekszem, hogy bele is szóljak. Kovács Sándor a megyérközés elnökével beszélgettünk. Egy kicsit már dolgozott elnök úr, töltött itt kolbászt a Hubai Imre kollégáival. Milyen volt beszállni most itt a versenybe? Nagyon jó, hiszen gyerekkorunktól kezdve mindig a disznótorokban ugyan a kolbásztöltést nem bízták ránk, de nincs olyan karcagi felnőtt, aki ne tudná, hogy hogy kell a kolbászt tölteni. Ízesítettük, gyúrtuk, gyerekként gyúrhattuk is a kolbászt, de most már be is töltöttük a bélbe, kész van, jó ízű lett. Azon volt egy kis vita, hogy mennyire legyen csípős, hiszen én már rászoktam arra, hogy a gyerekek miatt már nem főzünk és nem készítünk csípőset, de úgy voltunk vele, hogy most akkor nem csak a gyerekeknek lesz, most egy kicsivel csípősebb lett, úgy, ahogy mi szeretjük a kolbászt. Én azt gondolom, hogy nagyon jó ízű volt, és jó érzés volt egy jó csapatba dolgozni. Azt gondolom, hogy nem csak a végeredmény számít, hanem a hozzávezető út is. És finom lesz a kolbász, finom lesz a végeredmény, és nagyon jó hangulat a hozzávezető út, nagyon jó csapattal, nagyon jó társaságban. És én azt látom, hogy ahányan itt vagyunk, mindenhol nagyon jó hangulat van, nagyon jó csapatok. Egyben különbözik a birka főzőtől, hogy nem lehet rövid nadrágba jönni, és nincs jó meleg, de a hangulat ugyanolyan forró és jó. Én azt gondolom, hogy mindenki, aki ide eljön, jól érzi magát, és nagyon finom ételek és nagyon finom pálinkákat kóstolhat. Igen, épp ezt akartam, hogy most a hideg sör helyett vannak a hideg pálinkák és a forralt, ízesített borok, de itt láttuk azért, hogy nem mindenki hagyományosan dolgozik, van, aki asszalt is tett bele, tehát azt gondolom, hogy a zsűrinek nem lesz egyszerű dolga. Én egy idős pálinka főzőtől, akire én felnézek ebbe a témába, azt mondta, hogy mi most tanuljuk meg a pálinka főzést, magyarok, hiszen emlékszem rá, a gyerekkoromban azt tettük bele a cefrébe, ami lehullott a fáról, és akkor főztük ki a pálinkát, amikor időpontot kaptunk. Most azért sokkal jobban figyelünk a gyümölcsre, a cefre forrásra, hogy mikor legyen kifőzve, és én azt gondolom, hogy egyre jobbak a pálinkák. Én egy pálinka zsűri taktól hallottam, aki jár szerte az országba zsűrizni pálinkát, és azt mondta, hogy a 15-20 éves pálinkák nem hasonlíthatók a maikhoz, mert egyre jobb pálinkákat főznek, egyre jobban figyelnek rá, és én azt gondolom, hogy ebbe is egy nagyon jó fejlődés van.
le fogjuk hagyni, nem csak, hogy utolérjük a viszkikészítőket, ami gabonából, takarmányból készítenek italt, hanem a finom magyar gyümölcsből, szerintem nagyon finom pálinkák készültek, és ezek egyre jobbak lesznek. Reméljük, a zsűri is így ítélünk majd meg délután az eredményhirdetéskor. Én azt kívánom, hogy érezzék jól magát, hiszen tudom, hogy még máshova is megy, úgyhogy azt gondolom, hogy még a füredi ízesítésű kolbászt is meg fogja kóstolni. Így van, én azt gondolom, hogy a zsűri nagyon jó jár, én egy kicsit előtte jártam, hiszen néhány pálinkát már sikerült megkóstolni, jobbnál jobb pálinkák vannak, vigyázni kell a mértékletességre. Köszönöm szépen! Lukácsi Német Edittel beszélgetünk, hiszen a kenderesi csapat itt ropta a táncot az előbb, de azért a kolbász töltésben is otthon vannak. Hogyan készült a kolbász? Teljesen hagyományosan a nagyapáink, dédapáink, ők apáink receptjei szerint teljesen klasszikusan só, bors, színes paprika fokhagymával készült ez a kolbász, és a szívünket, lelkünket beletettük, nagyon lelkes a társaság, egy nagyon jó kis csapat, és a vidámság, a tánc, ez az életünk, és így jöttünk ide, hogy egy jót mulatunk, és együtt örülünk a többiekkel. Azért sok helyszínen találkoztunk már, tehát nem az első alkalom ez a csapat bemutatkozása, de Karcagon azt gondolom most vannak itt először. Igen, Karcagon még most vagyunk először, egy frissen alakult egyesület vagyunk, legalábbis régóta szerveződött ez a csoport, de hivatalosan talán egy éve, hogy szerveződtünk, hivatalosan vált az egyesület, és Karcagon még nem voltunk, de nagyon örülünk, hogy itt lehetünk. Sok sikert kívánunk, és majd a zsűri meglátjuk, hogy itt éli meg a kolbász. Reméljük, hogy nagyon-nagyon pozitív elbírálást kapunk, de ha nem, akkor is nagyon jól éreztük magunkat, és köszönjük a lehetőséget, hogy itt lehettünk. Nagyon Jenővel beszélgetünk. Azt gondolom, hogy nagy volt a felelősség és a teher az önök vállán a mai versenyen, hiszen tavalyi győztesként megint meg kellett mutatni. Hogy érzi, hogy sikerült? Szerintem hoztuk azt a minőséget és azt a formát, amit egyébként is elvárnak tőlünk, hiszen a tavalyi tényleg egy nagyon jó sikerült kolbász. Tehát én úgy gondolom az idei is, de majd még a sütés azután fog történni, az mutatja meg majd a végleges ízét. Mit kell tudni a csapatról? A csapat nem változott, tavaly óta hárman vagyunk, Szabó Péter, Balog István és jó magam, illetve hát természetesen vannak azért segítőink, a hölgyek, akik már reggel is itt voltak, egyébként is sütötték a pogácsát, kínálták a vendégeket, és bármilyen mozdulatban segítették a csapatunkat. Van-e valami titok, vagy csak a hagyományos fűszerek? Igazából úgymond titok nincsen, karcagiak vagyunk, mind a hárman karcagi ízeket szeretünk, és mind a hárman tapasztalt, mondhatom azt, hogy tapasztalt disznótoros emberek vagyunk, így mindenkinek van az az igazi ízvilága már, ami tényleg el lehet adni, vagy hogy mondom, szeretni lehet gyakorlatilag. És akkor egy picit csípős, vagy inkább csak egy ilyen csemege, tehát milyen paprikát használtak, hiszen volt alattuk, aki tett bele külön csilit, volt, aki aszalt szilvát, tehát mit szól ehhez? Tehát nem, ezek a hülyeségekkel mi nem foglalkozunk. Mi tényleg azt mondom, hogy karcagiak vagyunk, mi a karcagi ízek szerint. Az őrölt paprikán, borson, egy nagyon pici köményen kívül a fokhagyma volt a mérvadó benne, de egyébként csípősre csináltuk, szeretjük a csípős kolbászt, úgyhogy ez meg is fog érezni rajta. Reméljük, hogy a zsűrinél sikerül megvédeni a tavalyi címet, majd kiderül délután. Köszönjük szépen! Szerintem rajtunk nem fog múlni, köszönjük szépen! Szabó György itt közben nagyon dolgozik, a hatósági csoport baráti társaság oszlopos tagja. Azt mondták, hogy ön lesz a csapatkapitány. Mit kell tudni a csapatról? Hát én a Karcai polgármesteri hivatal aljegyzői irodájának a hatósági csoportja vagyunk. Tulajdonképpen így hatan vagyunk kollégák. Illetve hát egyedül én vagyok férfi, a többi a hölgy, és ugye itt vannak még a férjek, feleségek, és így alkotunk egy csapatot. De akkor egy-egy összeszokott társaság, tehát nem első alkalommal töltenek már kolbász? Hát így együtt második alkalommal, mert voltunk a tavalyi rendezvényen is, de úgy külön-külön azért ismerős mindenkinek, hogy miről is szól egy disznótól. Fűszerek? Van benne erős paprika, csemege paprika, bors, só és egy kis csili. Jó munkát kívánunk! Köszönjük szépen! Szepesi Tiborral beszélgetünk, itt Csavában dolgozik már a zsűri. Azt gondolom, egy picit ön is megnyugodott, hiszen minden elindult a maga útján és jól halad.
Igen, azt gondolom, hogy már napokkal ezelőtt, amikor a nevezések beérkeztek, akkor láttuk, hogy olyan nagy probléma nem lesz a rendezvénnyel, hiszen az időjárás az jónak mutatkozott, legalábbis amit az előrejelzésekből látunk. A nevezésekből pedig azt láttuk, hogy a tavalyi létszámot jócskán fölülmúljuk, hiszen 19 csapat volt tavaly, idén 23-an neveztek, és hál' Istennek egyre több a fiatal, és meglepő módon a vidéki csapat, hiszen ha szétnézünk, akkor a kenderesiek vagy a turkevei polgármester úr tölti itt épp a kolbászát. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ja, és akkor ne is felejtsük ki a pálinkát, hiszen a tavalyi 32 pálinka után idén 69 nevezés érkezett. Ha jól emlékszem, 13 településről, tehát egyre szélesebb körben igénylik azt, hogy megmérettessék a pálinkájukat, és hát nagy szerencsék az, hogy ezt Karcagon szeretnék megtenni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy igen, egy picit megnyugodtunk, jó a rendezvény, sokan vannak, sok az érdeklődő, és ahogy hallom, nagyon jó a hangulat. És hát most az idén egy picit másabbként gondoltak a gyerekekre is, hiszen azért, amíg itt a felnőttek, szülők, nagyszülők itt kint töltik a kolbászt, addig ők bent, most a hűvös időben egy picit bent a meleg moziteremben filmet nézhetnek. Természetesen több programmal készültünk a fiatalok számára is. Nem titkoltan, ide szerettük volna csábítani őket a rendezvényre. Ennek ugye több módját próbáltuk megkeresni. Egyik a kézműves foglalkozás lehetősége, a másik pedig az, hogy azok a számukra érdekes és a Dériné adottságait kihasználva a mozifilmet vetítünk, hiszen ha megnézzük a mozifilmet, akkor el kell jönniük a csapatok között, amikor vége a filmnek, akkor kijönnek és érzik majd ezt az illatot, amely akkor már várja őket. Természetes, hogy kipróbálhatják kézműves foglalkozáson képességeiket, és hát itt a háttérben egyfajta újabb rendezvény is csatlakozott idén hozzánk, hiszen az Európai Hulladékcsökkentési Hét programjai zajlanak Karcagon is, tehát itt is lehet ismerkedni az ehhez szükséges feltételekkel és foglalkozásokkal. Akkor azt gondolom, minden adott ahhoz, hogy ma is jól sikerüljön ez a rendezvény, és hát reméljük, hogy a zsűrinek sem kell futnia, hogy Megkarci bácsi szokott fogalmazni a birkafőzőn, és olyan döntés fog születni mindkét zsűriben, amely elégedettek lesznek a nevezők. Én biztos vagyok abban, hiszen visszatérő vendég mind a két zsűri elnök. Azt gondolom, hogy a pálinka zsűri elnöke, dr. Oroszné, dr. Prekop Erzsébet valóban olyan szakmai felkészültséggel irányítja a pálinka zsűri munkáját, mint ahogyan Zsolnai Gábor, a kolbásztöltő verseny zsűri tagjait instruálja, és valóban olyan eredmény fog születni, amely meggyőződésem egyébként, hogy nem könnyű a zsűri munkája. Bevallom őszintén, én magam végig illatoztam azokat a pálinkák nagy részét, amely beérkezett, és nagyon jó illatokat tapasztaltam. Nyilván kóstolni nem volt lehetőségem, de az illatok alapján nehéz lesz a zsűri dolga. És ahogy volt most időm egy picit végig sétálni, persze minden csapat őrzi a házi titkot, hogy mi az a hozzáadott plusz, amely benne van a kolbászba, de nagyon jó és nagyon szép állagú, színű kolbászok készülnek, úgyhogy lesz dolga a zsűrinek. Köszönjük szépen! Köszönöm! Zsolnai Gáborral beszélgettünk, hiszen már a zsűri javában dolgozik, elmondta a megnyitójában, hogy szereti látni közelről is, hogy mi hogyan készül, mik a tapasztalatok. Hát minden évben jobb egy picivel a történet, tehát egyre professzionálisabb a csapatmunka. Eddig azt mondom, hát még nem kóstoltam, még csak a szem látta, azt hiszem, hogy nem lesz nagy baj, tehát lesz mit enni. Ami nekem mindig fáj különben, hogy egyetlen egy csapat sem merte kimondani, hogy ő miért. Tehát mindig csak szemre. Azért egy kolbásznál, pláne ha 20-30 kg húsra dolgozunk, és nem használunk mérleget, akkor meglepetés lehet. Tehát ez az egyetlen kritikám, hogy tessék szíves tenni mérni jó, mert azért a biztosabb a dolog. Ettől még nem mondom, hogy nem kell kóstolni, csak tessék mérni. De az, hogy fiatalok vannak, sok fiatal van, és hála Istennek jó hangulat, a köd is elszállt, tehát lassan fölment, úgyhogy teljesen jól állunk, én úgy látom. A szurpálinka is megvolt így kezdéskor, azt gondolom, hogy ez is megalapozta a jó hangulatot. Hát ez csak természetes, bár ugye hála Istennek ebben is előreléptünk, tehát nem a mennyiség, hanem a minőség. Nagyon finom volt a szilva, és jellemzően az a 2 centiliter, amennyi az illő, az csúszott le láthatóan, tehát itt még olyan embert, aki egy picit is túl itta magát, nem láttam. A jó hangulat az megvan, de ez így rendben van. Jó munkát kívánunk! Nagyon szépen köszönöm. Még jön a neheze, majd kóstolni is kell. Csokolom! Kedves
Kedves nézőink, most Háttér című magazin műsorunk következik. Szepesi Tiborral, a Dériné Kulturális Központ igazgatójával készített interjúkat vetítjük Önöknek. Én szeretném megköszönni mindenkinek, tanítónőnek, igazgatónőnek, hogy eljöttetek oda a Dériné előtti kis játékra, kipróbáltátok, hogy találkoztunk is pont akkor, meg is néztük közösen, hogy hogyan kell játszani azon a játékon. Én remélem, hogy amikor majd egy picit jobb idő lesz, és nem ilyen nyírkos idő, akkor majd eljöttök, és újra fogtok játszani, sőt, többször is beszéljétek rá anyukáikat, testvéreket, barátokat, és úgy is lehet ott majd játszani. Nyilván majd az összes többi játszóteren is, amelyet szép lassan felújítunk, új játékokat fogunk oda elhelyezni. Úgyhogy remélem, hogy jól éreztétek magatokat. Ugye volt egy verseny, hogy aki fölteszi a fényképet, elküldi, azok között kisorsolunk három tortát. Ugye kettőt már átvehetett a boldog tulajdonos csoport, ti vagytok a harmadikok, az ígéret úgy szép, hogyha megtartják. Úgyhogy ez a harmadik torta, jó étvágyat kívánok hozzá, és akkor megszegjük, jó? Köszöntöm nézőinket, a Karcagi Nagykor Református Általános Iskola első A-osztályosai vannak itt mögöttünk a riport alatt, és Szepesi Tiborral, a Dériné Kulturális Központ igazgatójával beszélgetünk. Egy tortaevésen vagyunk itt túl mindannyian, hiszen a gyerekek egy tortát kaptak Öntől. Miért is kapták ezt? Igen, hát ők az egyik olyan csoport, akik elfogadták azt a felhívást, és eljöttek a Dériné előtti kihelyezett játékokhoz, kipróbálták a játékot, lefényképezték magukat, miután jól érezték magukat, elküldték, és hát részt vettek azon a sorsoláson, ahol három torta került kisorsolásra. Ez a harmadik, hiszen az első kettőn már túl vagyunk, ugye az első a Szociális Szolgáltató Központ idősek napköziének a dolgozói közössége, a második a Kiskulcsosi Tagiskola első osztálya, és a harmadik a Református Általános Iskola első A-osztálya. Úgyhogy most jött el ennek az ideje. Elfogyasztottuk együtt itt közösen ezt a gyönyörű, szép nagy csokoládétortát. Azt gondolom, hogy sikeres volt ez a felhívás, hiszen sokan, akik követte a közösségi oldalon a fotókat, láthatta azért nyugdíjasok, gyerekek, felnőttek, tehát mindenki élt ezzel a lehetőséggel és pályázott. Igen, egyfajta figyelemfelhívásnak szántuk ezt a játékot. Természetesen azon túl, hogy mindenkit vártunk, hogy próbálja ki. Lehet, hogy voltak olyan csoportok is, akik kipróbálták, de nem akartak esetleg részt venni a játékon. Nagyon sokan voltak, nagyon sokan kipróbálták, és nagyon sokan visszajárnak azóta is. Itt az előbb egy fél mondattal mondta a gyerekeknek, hogy majd lesz folytatás. Igen, bízunk abban, hogy kollégákkal sikerül további játszótéri elemeket elkészítenünk, hiszen nem csak ez a játék készült el, hanem a Szívómoda udvarára nagyon sok játékot tudtunk már ebben az évben is elhelyezni, illetve a megújult Szociális Szolgáltató Központ új épületeinek az udvarán is helyeztünk el néhány játszótéri elemet. Bízunk a folytatásba, azt gondolom, hogy azok a kiöregedett fák, amelyek kivágásra kerülnek majd a városban, lesz köztük olyan, amely alkalmas lesz további játszótéri elemek, utcabútorok készítésére. Reméljük, akkor majd erről is be fogunk számolni, és akkor még egyszer gratulálunk az első A-osztályosoknak, hogy ilyen szerencsések voltak. Köszönjük szépen! Köszönöm szépen! Nézőim, már a megköszönöm megtisztelő figyelmüket, hívjanak bennünket, vagy írjanak nekünk bátran a megszokott csatornákon, és maradjanak velünk, mert egy rövid reklám után folytatódik a Karcag Televízió adása. A jövő heti viszontlátásra mindenkinek!